Talán még a Máté-szalkán élők közül sem tudja mindenki, micsoda kincs van a lába alatt a földben 1200 méter mélyen. Ez nem más, mint a Szatmár kincse nevű termálvíz. Ennek kihasználását szolgálja az a geotermális projekt, amelynek eredményeként a főrendszert, legalább 30%-ban zöld energiával szeretnék működtetni a jövőben. Számol be róla a város polgármestere a 35 perc stúdiójában de akkor már úgy voltunk vele, hogy nem csak az energiát használjuk fel környezettudatosan, hanem több dolgot kötünk össze, ami hasznos. Hogyha Máté Szalkára látogat a szerkesztőasszony, akkor a városi úszoda mellett elhaladva majd lát egy gyönyörű rekreációs tót. Ez a tó, tavat, ez a tó nem más, mint ennek a geotermális rendszernek, ami egyébként 1500 lakásnak a energia szolgáltatásába segít bele most már, ez az ülepítő tava. De nem azt mondtuk, hogy ássunk egy gödröt, és akkor abba belefolyik a víz, hanem akkor már szépen futókört tettünk mellé, sétáló részeket tettünk mellé, gyönyörű környezetet alakítottunk ki, tehát az egy közösségi térré vált. Máté szaka közben tevőlegesen is kiveszi a részét a járvány elleni védekezésből. Az ipari parkban ezen a közel három hektáros területen épül fel az az üzem, amely a hazai egészségügyi védőkesztő igény száz százalékát kielégíti majd a jövőben. Nem is olyan távoli jövőben a nemzet stratégiai beruházásnak ugyanis fél éven belül meg kell valósulnia. Az önkormányzat számításai szerint a projekthez nyújtott támogatás egy év alatt megtérül majd, amellett, hogy új is létesülnek a városban. Mivel ez egy ipar 4.0-ás stratégia mentén épült, tehát ez egy robotizált üzem lesz, nem is az a 20 munkahely, bár veszélyhelyzetben minden egyes munkahelynek örülünk, 20 máté szak és környékbeli családnak majd nyújt megélhetést ez az új üzem. Nem is az az iparűzési adómennyiség, ami, ami jelentős tétel, hiszen minimum 3 milliárdos bevételt vállalt ez a cég, de nyilván veszélyhelyzetben ez sajnos nagyságrendekkel több lesz ebből a szempontból ugye a koronavírus járvány idején. De még egyszer mondom, arra vagyunk igazán büszkék, hogy a, büszkék, hogy a járványügyi védekezésnek egy új aspektusával tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország legyőzze a koronavírus járványt. A további tervek között említette a polgármester a belvárosban található Kispiac 2022 első negyedévére ütemezett felújítását. A látványtervek szerint így nézhet majd ki a helyiek és a környező településeken élők kedvelt vásárlóhelye. A városvezető arról is beszélt, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel korábban kötött együttműködésük részeként. A közeljövőben kihelyezett képzések kerülhetnek Máté Szalkára, például gépészmérnöki területen. A teljes beszélgetést a 35 perc jövő hétfő esti adásában láthatják.